Sziasztok, Alex vagyok a Giga Virág Szerencse csatornáról. Üdvözöllek titeket itt a Giga Virágaink között, és most a mai napon ismertetem veletek, hogy hogyan is alakult az Atlantis teljes kaparásunk. Az elkövetkezőben ezt fogjátok látni tőlünk, hogy hogyan is alakult az Atlantis teljes kaparás, 50 darab sorsjegyre vetítve, hogyan alakultak a nyerők és nem nyerők száma. Tartsatok velünk, és nézzük meg, hogy mit rejtett a pak. Akkor most lássuk, hogy hogyan alakult az Atlantis teljes pakkunknak az állása. A pak ára az ugye 100 000 forint volt, ugye 50 darab 2000 forintos sorsjegyről beszélünk, illetve a nyerők száma 50 darab sorsjegyre vetítve 17 darab nyertes, illetve 33 darab vesztes sorsjegy született, és a nyeremény 59 000 forint, vagyis 59% jött vissza. A veszteség az pedig 41 ezer forint, és a 2000-esek száma 8 darab volt, azokhoz az L betűk tartoznak. A 3000 forinthoz, amiből 4 darab volt, azokhoz a T betű tartozik. A 4000 forintos nyereményből 2 darab volt, azokhoz a W tartozik. Az 5000-esből volt 1 darab, M betűkkel. A 8000 forintos nyereményhez 8000 forintból volt 1 darab E betűkkel, és 10.000 forintos nyereményből is volt 1 darab H betűk tartoztak hozzá, vagyis így jött össze 59%, vagyis 59.000 forint, és abból sajnos ugye hirdettünk egy játékot, hogy tippeljétek meg, hogy mennyi lesz a teljes pak végösszege, és ezt a 40. sorsjegy lekaparásáig tettétek meg, és átnéztük a tippeket, és sajnos senki sem talált el az 59 ezer forintot, vagyis az 59%-ot, hogy ennyi fog visszajönni a teljes pakból, ezért most nem tudjuk kisorsolni az egy darab 2000 forintos Atlantis sorsjegyet, és most ezt videóban fogjuk megnézni, hogy mennyit nyert volna a szerencsés nyertes, aki helyesen megtippelte volna a pak végösszegét. Tudom, hogy ti is sokkal többet vártatok ettől a paktól, én is sokkal többet vártam volna ettől az Atlantis sorsjegytől, de sajnos nem sikerült ebben az 50 darab sorsjegyben villámot találni. Igaz, hogy volt benne egy 10 000 forintos nyeremény, ami szép egy 2000 forintos sorsjegytől, de azért egy villám azért igen megdobta volna a dolgot, de hát ha legközelebb sikerül ezen a sorsjegyen még szépet nyerni, és akkor most nézzük is meg, hogy mennyit nyert volna a szerencsés nyertes, aki helyesen megtippelte volna a teljes pak végösszegét. Tartsatok velünk, hogy kiderüljön, hogy mennyit rejt a 013-as Atlantis sorsjegy. Itt láthatjátok a nyertes sorsjegyeket, a 17 darab nyertes sorsjegyet, itt pedig a 33 darab vesztes sorsjegyet. Nyerő sorsjegyek tekintetében darabszámban sokkal többet adott a pak, mint amire lehetett számítani, hiszen általában ilyen 15 darab vagy 16 darab nyerő szokott lenni 50 darab sorsjegynél, de ez a pak 17 darab nyerőt tartalmazott, viszont a nyereményekben nem volt igazán nagy. Hát reméljük, hogy a következő pakunk egy kicsit jobban fog sikerülni. Tartsatok velünk, kövessétek a csatornánkat, hogy ne maradjatok le a videóinkról. Gondolom, hogy most sokan felkaptátok a fejeteket, hogy elindítottunk egy tippelős játékot a pakkoparással egybekötve, és arra voltunk kíváncsiak, hogy hányan néztek végig a videóinkat, hiszen a videókban most nem írtuk ki, hogy tippelős játék, hanem arra voltunk kíváncsiak, hogy hányan néztek végig a videóinkat, hiszen abban minden információt elmondtam a tippelős játékkal kapcsolatban. Nem tettük ki címoldalra, és nem volt futószöveg a videó alatt, hogy tippelj a 40. sorsjegy lekaparásáig, hanem arra voltunk kíváncsiak, hogy hányan néztek végig a videót, hogy kiderüljön, hogy mi is van abban a videóban, és az egy tizede a nézőinknek, aki végignézte a
videókat, hiszen nagyon-nagyon kevés tipp érkezett a 40. sóséd lekaparásáig, és hát ez egyfelől egy kicsit szomorú, hogy nem néztek végig a videókat, de reméljük, hogy az elkövetkezőkben végig fogjátok nézni, hiszen nem fogjuk kiírni címoldalra, hogy mi is van abban a videóban, hanem ahhoz, hogy kiderüljön, hogy mi van abban a videóban, végig kell, hogy nézzétek, hogy kiderüljön, hogy miről is van szó, hiszen azért készítjük mi a videókat, hogy a nézőink információhoz jussanak a sorsügyekkel kapcsolatban. Ha figyelmes vagy, és végignézed a videót, akkor nem maradsz le a tipperős játékról, ha pedig csak beletekelsz a videóba, és csak a lényeget, csak a sallangot hallgatod meg a videóból, nem a lényeges részt, akkor lemaradsz a tippelős játékról, és nem tudunk akkor téged megajándékozni, aki valószínűleg, hogy helyes tippet mondtál volna a pakk tippeléssel kapcsolatban. Tehát erre mindig figyeljetek, hogy ne tekerjetek bele a videóba, hanem nézzétek végig, hiszen minden egyes része fontos információt tartalmaz számotokra. Viszont a közleményt sem olvassátok végig, hiszen abban folyamatosan minden videó alatt ott van a legvégén a közleménynek, hogy tippelj jól. Tehát fontos minden egyes mondatja a közleménynek, tehát kérlek titeket, hogy olvassátok végig, hogy mi van a közleményben, hiszen az fontos számotokra, hiszen akkor nem maradtok le a tippelős játékról, és nem maradsz le a nyereményedről. És most meg fogjuk nézni, hogy a 013-as Atlantis, amelyet a helyesen tippelő nyertesünk nyert volna meg, milyen nyereményt tartogat, és kívánom, hogy az elkövetkezőkben, amikor is lesz tippelős játékunk, akkor nézzétek végig a videókat, hiszen minden egyes rész fontos a videóban, illetve a közleményben. És az Atlantis sorsjegy mellett még hoztam egy óriási meglepetést, illetve még egy Atlantis sorsjegyet, méghozzá 015-öset, és most ezt fogjuk még megnézni a 013-as Atlantis sorsjegy mellett. Tartsatok velünk, és nézzük meg, hogy mit rejtenek. Tehát csatornánkon 17 hónap alatt 67 embert ajándékoztunk meg, közel 500 000 forint értékben. Tehát úgy gondolom, hogy minden kedves nézőnk és követünk megérdemli, hogy ajándékot kapjon tőlünk. Többen nyertek már szép nyereményeket a küldött sorsjegyeinken, és akkor most nézzük meg, hogy miről maradt le a helyesen tippelő játékosunk. Tehát a 013-as Atlantiszt fogom most megnézni, hogy milyen nyereményt tartogat. Keressünk villámot, illetve 3-1-forma számot. A piros mezőben van egy 21-es, 17-es, 49-es és 13-as, nem lett 3-1-forma szám. Nézzük a zöld mezőt. Van egy 12-es, 12-es, na jön a 12-es, ez 15-ös, és 22-es nem lett 3-1-formák sajnos. Nézzük a sárga mezőt. Van egy 35-ös, 36-os, 49-es, és 38-as nem lett 3-1-forma. Nézzük meg a sorokat, hogy ki jön a 3-1-forma, vagy villám. Az első sorban van egy 21-es, illetve egy 17-es. Még egy 17-es, na jön a 17-es. Ez 29-es, és 39-es nem lett 3-1-forma. Nézzük a második sort. Van egy 12-es, 49-es, 13-as, 12-es, na jön a 12-es. Nem, sajnos 47-es tudott. Nézzük a harmadik sort. Van egy 40-es, 29-es, 25-ös,
45-ös és 33-as nem lett 3 egyforma. Nézzük a negyedik sort, 12-essel kezdünk. 19-es, 23-as, 18-as és 14-es nem lett 3 egyforma. Nézzük az ötödik sort, van egy 35-ös, 32-es, 25-ös, 35-ösből volt 2, de nem lett 3. Nézzük a hatodik sort, van egy 36-os, 49-es, 11-es, 48-as és 15-ös nem lett 3 egyforma. Nézzük az utolsó sort, a hetedik sort. Van egy 27-es, 38-as, 43-as és az utolsó pedig egy 18-as, nem lett 3 egyforma sajnos. Nézzük meg a betűket. Tehát a betűnk egy L és egy J betű különböznek sajnos, tehát ez a sorsjegy sajnos nem volt nyerő, így legalább nincs lelkiismert fordulásunk. És hogy kerek legyen a mai nap, kaparjunk hozzá még két sorsjegyet. Elsőnek az óriási meglepetést fogom lekaparni, ez egy 0,44-es és 2000 forintba kerül. Nézzük, hogy milyen nyereményt tartogat számunkra. Nézzük, hogy végigér az első játékon a nyíl. Nyíllal kezdünk, nyíllal is folytatjuk, a harmadik nyíl is megvan, és negyedjére beadja a stoppot, nem jó. Nézzük a második sort, nyíl, nyíl, a harmadik nyíl is megvan, és negyedjére beadja a stoppot, nem jó. Nézzük a harmadik sort, nyíl, nyíl. A harmadik nyíl is megvan, és negyedjére beadja a stoppot. Nem jó. Három esélyünk maradt ezen a játékon. Nézzük. Nyíl. Nyíl. A harmadik nyíl is megvan. A negyedik is. Na, jön az ötödik. És ötödjére bestoppol. Sajnos nem ért végig. Nézzük az ötödik sort. Nyíllal kezdünk. Nyíllal is folytatjuk. És harmadjára beadja a stoppot. Nézzük az utolsó sort. Nyillal kezd. Nyillal is folytatjuk. A harmadik nyíl is megvan. És negyedjére beadja a stoppot. Sajnos nem sikerült az első játék részen beérni. Nézzük, hogy lesz a nyerőszámmal egyező szám. A nyerőszámaink a 11-es és a 29-es, ezzel kell egyezőt találni. Ez egy 36-os, 17-es, és 11-es, nyerő a sorsjegy, szuper! Nézzük, hogy mennyi a nyeremény, ez egy 2000 forintos sorsjegy, és 2000 forintot visszaadott, viszont még ezt akár meg is lehet négyszerezni a végén. Nézzük, hogy lesz-e még hozzá, ez pedig egy 13-as. Ideig ez az egy nyeremény van, nézzük, hogy lesz-e két egyforma számunk egy sorban. 48 és 50, ezek különböznek. 44 és 41, ezek is különbözőek, nézzük az utolsót. 47 és 43, nem lett sajnos két egyforma szám. Nézzük, hogy lesz-e virágszimbólumunk fix 3000 forintért. Van egy szív, pezsgő és csillag, nem lett virág sajnos. Nézzük, hogy lesz-e három azonos összegünk. 8000, 500000, 8000, na jön a 8000-es, nézzük. 500 ezer, 10 ezer és 75 millió, sajnos nem lett 3 egyforma összegünk. Viszont ezt még akár meg is lehet négyszerezni. Nézzük, hogy meg négyszerezzük-e. A szorzó az egy egyszeres, vagyis ezzel a sorsjeggyel 2000 forintot nyertünk, és a 2000-eshez
Az Z betűk tartoznak. Akkor most nézzük a 0-15-ös Atlantiszt. Milyen nyereményt rejt számunkra. Nézzük, hogy lesz-e 3 egyforma a színek alatt, illetve a sorokban 3 egyforma, vagy bárhol villám. Van egy 12-es a piros mezőben. Még egy 12-es. Na, jön a 12-es. Ez egy 41-es, és 32-es, sajnos nem lett 3 egyforma a piros mezőben. Nézzük a zöldet. Van egy 49-es, 49-es, 34-es, na jön a 49. De sajnos 22-es, nem lett 3 egyforma. Nézzük a sárga mezőt. Van egy 13-os, 24-es, 35-ös, és 20-as, nem lett 3 egyforma. Akkor most nézzük meg a sorokat, hogy ki jön a 3 egyforma vagy villám. 12-esből van 2 az első sorban, 37-es, 27-es, és 43-as, itt nem lett 3 egyforma. Nézzük a második sort. Van egy 17-es, 41-es, 32-es, 16-os, és 45-ös, nem lett 3 egyforma. Nézzük a harmadik sort. 16-os, 10-ös, 48-as, 37-es, és 21-es, sajnos nem lett 3 egyforma. Nézzük a negyedik sort. Van egy 49-es, 34-es, 14-es, 24-es, csupa 4-es végű, és 48-as, nem lett 3 egyforma sajnos. Nézzük az ötödik sort, van egy 13-as, 18-as, 47-es, 33-as és 49-es, nem lett 3 egyforma. Nézzük a hatodik sort, van egy 24-es, 35-ös, 45-ös, 24-esből volt 2, de nem lett 3. Nézzük az utolsó sort. Van egy 17-es, 20-as, 17-es, na jön a 17-es, vagy villám. Nézzük. De sajnos egy 11-es, sajnos nem érő. Nézzük a betűket. Tehát a betűink egy O betű és egy A betű különböznek sajnos. Köszönjük, hogy néztek a YouTube csatornánkat, követitek a videóinkat, és ezen túl is fognak lenni a csatornán játékok, és arra kérünk titeket, hogy figyelmesen olvassátok el a közleményt a videóban, hogy miről is van szó az adott videóban, hiszen minden egyes része a videónak fontos, és mi nekünk az a legfontosabb, hogy minél többeteket tudjunk megajándékozni a csatornánkon, hiszen ez nekünk egy nagyon pozitív dolog, hogy mi meg tudunk benneteket ajándékozni, de ez csak is így úgy tud működni, hogyha végignéztek a videóinkat, és minden egyes részét nem csak beletekertek a videóba, hiszen minden egyes része a videónak fontos, és információs jelleggel szolgál felétek, hogy miről is van szó abban a videóban, tehát ezért kérünk titeket arra, hogy nézzétek végig a videóinkat, hiszen akkor nem maradtuk le a tippelős játékainkról, hiszen ez nekünk nagyon fontos, hogy tudjatok róla, hogy mikor milyen tippelős játékot indítottunk. Tehát nem csak tippelős játékok lesznek a csatornánkon, hanem másfajta játékok is lesznek, tehát füleljetek, hiszen a részletek mindig a videóban, a fontos részletek mindig a videóban vannak elrejtve, csak végig kell hozzá nézni, hogy minden egyes fontos információ